A központi hatalmak oldalán az osztrák-magyar monarchia részeként kapcsolódott be a magyar királyság az első világháborúba. Az 1914 és 1918 közötti 4 éven át tartó háború Európából indult, majd globálissá vált. Összesen több mint 15 millióan vesztették életüket a harcokban. Az első világháborúban a központi és az antant hatalmak álltak egymással szemben. Ekkor vetették be először harci alkalmazásra a repülőgépet, a harckocsit és a harcigázt is. A háború kirobbanásának dátuma 1914. július 28-a volt. A hősi halottakról emlékeztek meg Kálóseménben. A településen élők az első percektől aktívan részt vettek a háborúban, közölte Belica László polgármester. Több mint 600 katonát soroztak be innen az első világháború folyamán. 1914. augusztusától már jöttek hírek, hogy sajnos apák, fiak haltak meg. Mindösszességében 82 hősi halottról állít emlékművet ez a mögöttem látható emlékmű, és 27 megrokkant ember is a világháborúhoz tartozik. Gróf Polkenstein Oswald nevéhez köthető ennek az emlékműnek a létrehozása, melyet 1931-ben alapítottak. A háborút lezáró békekonferencián 1919 és 1923 között a 4 győztes hatalom, Franciaország, Anglia, az Egyesült Államok és Olaszország 6 szerződést írtak alá a vesztes hatalmakkal, azaz Németországgal, Ausztriával, Bulgáriával, Törökországgal és Magyarországgal. A békeszerződések mindegyike rendelkezett 3 alapvető résszel, ezek a területi változásokat, a jóvátétel fizetéseket és a haderő csökkentéseket taglalták, amelyek nagy mértékben megváltoztatták az 1914 előtti állapotokat. A kálóseméni megemlékezésen a Magyar Honvédség katonái, illetve a Bocskai István lövész dandár helyőrségi zenekara is részt vett. Az ünnepséget koszorúzással zárták.